12 éven aluliak számára nem ajánlott. Sziasztok, én Marki vagyok, és ebben a videóban elhoztam nektek a számomra legijesztőbb szellemes videókat és képeket. Hogy miért szellemes videó van? Mivel több ezer szavazat érkezett, és ebből a szellemes videók nyerték el az első helyet. Hát tessék, itt is van. Itt mondom, hogy mindenki a saját felelősségére nézze a videót, mivel lehetnek benne olyanok, amik megzavarhatják a nyugalmat. De nem is húznám tovább a szót, jó rettegést a videóhoz. Első. Titkos hely. Egy kutatócsoport 2007-ben elment vizsgálni egy helyet, ahol paranormális dolgok történtek. Így 2007-ben napvilágot látott ez a csodás videó, amit még kisebbként láttam, ami konkrétan egyből kicsapta a biztosítékot nálam. A kutatócsoport szerint a videó teljesen valódi. Ezzel nem állítom azt, hogy mindent higgyetek el, de ha szeretnétek, kinyomozhatom egy hosszabb kutatómunkálat során. Ezt írjátok meg kommentbe, hogy szerintetek legyen lebuktatós videó, vagy ne. Visszatérve a szellemi vagy démoni entitásról, egy EVP is készül, ami azt mondja, hogy I have body of the pig. Konkrétan, ha szellemes témáról van szó, ez a mondat mindig beugrik a fejemben. Egyébként ez a mondat azt jelenti, hogy van egy disznótestem. Hogy ezzel mire akar utalni a kísértet, azt sajnos nem tudom. Na de lássuk is a videót. Jesus, look at that, mate. It's exactly like the one over there, look. Misty. Második. Az Amityville-i incidens. Srácok, ez a sztori annyira durva, hogy konkrétan megérne egy külön videót az egész sztorival kapcsolatban. Erről egy film is készült, ami mellesleg a kedvenc horrorfilmeim közé tartozik. Elmesélem röviden a történetet. A történetünk helyszíne a New York államban található Amityville települése, ahol 1974. november 13-án egy borzalmas bűneset sokkolta a helyieket. Ugyanis a Defoe családdal végeztek, egytől egyig mindenkivel. A rendőrség helyszínelése során két szülőt és négy gyereket találtak vérbefagyva, egy-egy lőtsebbel, amit Ronald Defoe Jr. okozta. Majd később letartóztatta egy gyilkosság vágyával, aztán be is vallott mindent, hogy ő tette. Egyébként csak ő maradt életben, a házban, és azt is mondta, hogy valami hangok súgták ezt neki. Ezután kezdődtek a paranormális dolgok. A híres Lorraine házaspár beszámolója szerint ez a ház volt maga a pokol. A falból sűrű fekete massza folyt. Óriási hőingadozása, kopogó szellem jelenségek, és még sorolhatnám. Ha ez nem lett volna elég, George állította, hogy élente 3-4 körül, amikor a Defoe gyilkosságokat nagyjából elkövették, felriadt. A család kisebbi gyermeke Missy pedig Jodie-val, egy képzeletbeli baráttal társalgott, aki olykor egy malac alakját ölti magára, és ennek semmi köze az előzőhöz. És a Luz család kerek 28 napig bírta, aztán fejvesztve menekültek a házból. És jön az a kép, amit 30 év elteltével sem tudtak megmagyarázni. És amitől konkrétan, hát régebben sokat féltem. Hát ez lenne az. Lorraine Warrent elönti a félelem, és gonosz jelenlétét érzékeli. Egy médiumnak migrénye lesz, de látványos videónak nyoma sincs. Születik ellenben egy érdekes fotó, amely tovább borzolja kedélyeket, és amit 1979-ben George Lutz tár a publikum elé egy show műsorban. Állítása szerint egy automata mozgásérzékelő fényképezővel sikerült lencse végre kapni a különös fénylőszemű alakot. Ugye, amit mutattam az előbb képet. Igen, ez egy jó hosszú kis sztori volt, de a többi már rövidebb lesz,
És térjük is át a következőre. Harmadik. Arc az ablakban. Két srác épp játszik, miközben egy harmadik fél videózza őket. Valaki írta, hogy minden szellemes videónak rossz a felvétele. Hát tudod, 2009-ben szerintem ez jó minőség volt egy okostelefontól. Ha egyáltalán okostelefonnal vették fel. Na mindegy. A lényeg az, hogy a srác lát valamit az ablakban, és a kamerás szinte egyből odafordítja, ahol az ablakban tippem szerint olyan 19. századi férfi lehetett, aki üres tekintettel bámult le a félig ágyatott épületből, majd felmentek megnézni, és semmit sem találtak ott. I bet you can't catch this. For hire? Come on, to me, no one else. To me, to you. To me? Oi, what is that? What was that? Can you see that there? Oh my days, that was creepy. Wait, what was that? I think we should go up there and have a look. Hey, what have we seen him? He was up there? I've got it on film. This room's locked, guys. He's been locked for 2 years. No, but I need to be seeing something. Something in him. I've got it on camera. The room's been empty. There's a boy's face in the corner of the window. Show me now, he's not even a lad. Negyedik. Járkálás a folyosón. Most egy TikTok videót fogunk megnézni, ahol Kimberly Winchester egy elég érdekes jelenséget kapott lencse végre. Tudjátok, a kórházban sok elhalálozás van, tehát nagy esélye lehet ilyen helyeken paranormális jelenség. A lány mondja, hogy lépteket hall, aztán kimegy videózni, majd az egyik széles látószögű tükörben meglát egy fekete ánszerű alakot, ami épp felé tart, nagyon lassan csoszogva. Ja, és azt hozzáteszem, hogy ugye a lány éjszakai műszakban volt, tehát nem nagyon volt rajta kívül senki ott. Sajnos a lány TikTokja és a videója már nincs fent valamiért, de nagyon nehezen egy oldalon megtaláltam. Nos, de nézzétek is meg, hogy miről beszélek. What the f***? Who is standing down that hallway? Oh! Hey guys, it's Kimberly Winchester coming right back at you, going to the corner where I recorded the video. So basically the ghost would be like standing right up in this area and I was recording over here. What the f- Ooh, it's scary. Okay, let's get out. Whoa. Dude, what the f- is that, bro? Dude, who the f- is that? Dude, are you f***ing shitting me? No. Are you playing a joke on me? What the f- is that? Dude, who the f- is that? Oh my god, we gotta go. Dude, like, what the f- is that, bro? Like, f- who the f- is here? Like, dude, what are you doing? Dude, like, what? Why are we actually doing this? What? Where the f- Yo, who the f*** is out here? Who's me? Who's f***ing doing this? Huh? Huh? Who the f***? Ötödik. Szellemjárás. És el is érkeztünk az utolsó videóhoz, amin szerintem elég durva szellemi aktivitást láthatunk. Ez vagy egy brutáljól megrendezett videó, vagy egy haragos kísértet van itt, aki nem tud nyugodni. Amint a srácok lenyomják a régi zongor egyik bülenyűzetét, egyből elszabadul a pokol. De nézzétek is meg!
Oh, dude. You scared the out of me. Is that you playing the piano? I don't see any more of the keys pushed down. If that was you, can you do it again? Come on, we're here now. We've got the cameras on you. Can you do it again? Come on, we're here now. We've got the cameras on you. And, go ahead, make a sound. Fuck, I'll do it. Yeah. Can you give us a little sound? When the doors began to rumble, it felt like the fucking world was ending. Like I've never felt fear like that on an investigation, and I just kind of was frozen. I can't even describe on camera how terrifying that felt. Köszi, hogy velem tartottatok ebben a videóban is. Ha tetszett, akkor dobjatok egy lájkot és iratkozzatok fel. Aztán a csengőt se felejtsétek el megnyomni, hogy ne maradjatok le a következő videóról. Na de még egyszer, köszi a figyelmet, én Marki voltam, sziasztok!